Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán! Arra gondoltam, hogy ebben a videóban lezárnám a 2019-es évet olyan szempontból, hogy megmutatnám, illetve bemutatnám nektek a legnagyobb kedvenceimet. Lesznek itt egy kicsit ilyen randomabb dolgok is, amiket lehet, hogy sokan nem sorolnának úgymond a kedvencek közé, és ilyen kézzelfoghatóbb dolgokat sorolnának fel, viszont nekem ez volt az a 15 hirtelen az eszembe ötlő dolog, amire azt tudtam mondani, hogy igen, bizony, ezek nagyban meghatározták valamilyen szempontból az elmúlt évemet, úgyhogy vágjunk is bele. Az az igazság, hogy nem írtam őket sorrendbe, nincsenek szét kategorizálva. Lesz itt beauty, lesz itt háztartás, lesz itt ilyen ruhatéma, kedvenc film, kedvenc sorozat, kedvenc bármi, és kíváncsi vagyok a ti 15-ös listátokra, vagy akár csak 5-ös listátokra, hogy mi az az 5 apróság, ami a mindennapjaitok része volt, és úgy érzitek, hogy a 2019-es évetekre jellemző, és szerettétek, és valamilyen szempontból emlékezes tessé tette, úgymond az elmúlt időszakot. Az első dolog, amit felírtam, és akik már egy éve legalább követnek, ők láthatták is a januári hónapban, az nem más, mint az autó. Nekünk eddig az elmúlt 28-9 évünk alatt soha nem volt Samuval közösen autónk, ami ugye megkönnyíthette volna mindennapjainkat, vagy hozzájárulhatott volna kirándulásokhoz, kis kalandokhoz, autókázásokhoz, nehéz dolgok hazacipeléséhez, illetve ugye Horgosra hazalátogatni, ugye azért a határ, illetve Horgosra, Szerbiába átjutni, autó nélkül azért az utóbbi időben igencsak macerás, néhány évvel ezelőtt még lehetett menni úgymond vonattal, meg busszal, meg minden ehhez hasonló dologgal, de sajnos ezeknek a nagy része kiesett a játszmából, úgyhogy maradt a határig, elbusztozok, majd pedig a határról 4 kilométert hazagyalogolok, esőben, hóban, sárban, extra napsütésben, és mindenféle extra vad dolgokkal megbolondítva, úgyhogy az eddigi időszakban, amíg nem volt autó, ezt azért annyira nem erőltettük, mert hogyha szerettünk volna még valami extra dolgot hazavinni, akkor az konkrétan egy ilyen málhás-szamár hazacipekedésének a jelenetét ábrázolta, és hát az az igazság, hogy nem volt a kedvencünk, úgyhogy arra hagyatkoztunk, amikor esetleg a tesó még hazamentek, és akkor mi is hazamentünk velük, vagy bevállaltuk a buszos utazásokat, amik azért valljuk be, hogy nem voltak a kedvenceink, úgyhogy mindenféle szempontból a kis Aszti az egyik legnagyobb kedvencünk ilyen szempontból. Egy öreg régi autóról van szó, de hát néha-néha volt vele kis gond, de elvittük a szerelő bácsihoz, aki meggyógyította némi pénz függvényében, úgyhogy nem mondanám azt, hogy ilyen nagyon jutányos ennek úgymond az ilyen fenntartási költsége, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon praktikus és hasznos volt egész évben, és hát jövő évben is úgy érzem, hogy hasznos társunk lesz. A második dolog, amit felírtam, és meg is mutatok nektek majd ilyen videó formájában, mert ugye a legtöbb dolgot azért nem tudtam magammal ide cimbakolni, az nem más, mint a kávédaráló, amit nem konkrétan kávédarálásra használok. Ennek az oka egyébként az, hogy nem szoktam ilyen frissen darált kávét inni az utóbbi időben, viszont pont ahhoz vettem. Egyébként nagyon sokan mondják, hogy ilyen elektromos kávédaráló nem a legpraktikusabb, ugye nagyon felmelegszik és a különböző szemecskéket megégetheti, megváltoztathatja az íz aromáját, úgyhogy az óriási nagy kávérajongók, tudósok, fanatikusok biztos nem fogják ezt a fajta darálót kávédarálásra ajánlani. Viszont én ajánlom számotokra legalább 10 olyan nagyszerű dologra, amire azt hittétek, hogy eddig nincs szükségetek, de bebizonyítom, hogy van szükségetek. Néhány másodperc alatt a kristálycukorból porcukrot varázsol, úgyhogy többet nem kell ezzel foglalkoznotok. Belerakhatjátok a különböző magokat. Legyen cashew, legyen mandula, legyen pekán, legyen bármi ehhez hasonló, és másodpercek alatt
ilyen apró szemcsés dologgá őrli az egészet. Nem tudom, hogy hogyan tudja ezt ilyen jól végezni. Az az igazság, hogy nekem van egy jó drága aprítóm és egy jó drága turmixom, egyik sem tud ilyen hatásfokkal dolgozni. Igaz, ennek a kávédarálónak a picike kis szája nem túl nagy, nem lehet bele 5000 kilónyi dolgot bele rakni, de ettől függetlenül nagyon-nagyon praktikus. Beleraktam a candyként bármilyen cukorkát, apró porrá, ilyen lisztét tudja őrölni, bele lehet rakni a mazsolát, ilyen diák csevegét egy az egybe, és egy ilyen extra jó aszalványos magkeveréket fog készíteni, amiből akár energiagolyókat, vagy valaminek így a tetejére rá lehet hinteni, úgyhogy igen, lehet vele kávét darálni, fűszereket őrölni, lehet benne magokat össze őrölni, darálni, úgyhogy egyszerűen annak ellenére, hogy egy 4000 forintos dologról van szó, idén talán ezt használtam a legtöbbet, ezt szerettem úgymond a legjobban, nem is olyan extra hangos, egyébként egy Sencor márkájú darabról van szó, majd a pontos típusát, hogyha még kapható, akkor beteszem alulra ugye az elérhetőségét, nem szabad ugye vízbe mártani, nem szabad elmosni vízzel, úgyhogy folyékony, folyadékos dolgokat, gyümölcsöket ilyen szempontból nem lehet benne készíteni, de ettől függetlenül még így is nagyon nagyon praktikus is, ezer meg annyi felhasználási módja van, és tényleg egy picit kicsi, de ettől függetlenül nagyon-nagyon-nagyon hatékony is, másodpercek alatt elkészít bármit, úgyhogy meg fogom nektek mutatni egy kis videó felvételen, hogy miről van szó, úgyhogy talán idén ez volt az egyik ilyen kis konyhai kedvencem, ilyen elektronikus szempontból. Szeretem a turmixomat, a sütőmet és mindenhez hasonlót, de ez egy ilyen kis olcsó, egyszerű, könnyen beszerezhető dolog, ami szerintem másoknak is hasznos lehet. A következő dolog, amit felírtam is, erről is nagyon sokat láthattatok a csatornán, az Instagramon, a különböző csoportokban, mindenhol, ahol jelen vagyok, az nem más, mint az öntött vas edény, amit a Tesco-ban szereztem be. Egyszerűen a legnagyobb kedvenc edényem, ami valaha volt, iszonyatosan jól lehet benne tésztaételt, hosszan készít ragukat, töltött káposztát, leveseket, kenyeret sütni. Egyszerűen imádom. Ez belül egy ilyen bevont mázas darab, tehát nem konkrétan ez a tipikus öntött vas, kégetésre való edény. Olyan serpenyőm is van, azt is nagyon-nagyon szeretem, de azért ez egy jóval nagyobb darab, és sokkal több mindenre lehet használni. Egyszerűen szerintem az elmúlt évek egyik legnagyobb, legszuperabb ilyen edény darabja, mondhatni, tehát tényleg mindenre tudom használni, és bízom benne, hogy fogok tudni még találni a Tesco-ban ehhez hasonlót, csak egy kicsit oválisabb, nagyobb formát, hogy jó sok husikát, vagy valami kis sütőben készült ilyen ragú jellegű dolgot tudjak készíteni, úgyhogy igen, azt még 2020-ban szeretném beszerezni, mert nagyon-nagyon praktikus, tényleg szeretek benne ételt készíteni, könnyű elmosni, úgyhogy öntött vas edényt mindenkinek, egyszerűen csúcs szuper. Negyedik dolognak felírtam egy ilyen beauty kategóriájú dolgot, amit az elmúlt időszakban konkrétan imádok, már azért jó néhány éve használom, és úgy gondolom, hogy talán a bőrápolásodnak, az arcápolási rutinomnak az egyik legnagyobb fő alkotó eleme, ami nem más, mint a hámlasztó, akármilyen márkától, tehát egy jó megbízható, akár koreai, akár magyar márkától, Peak & Gorgeous, beszerezhettek egy jó kis hámlasztót, hónapokig, évekig elegendő, nagyon picit kell belőle használni, de egyszerűen annyira látványosan szépé varázsolja és teszi a bőrt, hogy valami hihetetlen, használhatok bármilyen krémet, szérumot, vagy akármit, egyszerűen a hámlasztó nélkül nem ugyanolyan a hatása, úgyhogy ha nem is vennék mindenféle hialuronsavat, meg retinolt, meg ezt, azt, amazt, akkor is benne lenne a legminimalistább rutinomban is a hidratálómmal, illetve a fényvédőmmel karöltve, és már akkor úgy érzem, hogy egy megfelelő rutint lehetne ezzel kialakítani, úgyhogy hámlasztót mindenkinek, szerintem frankó. Ötödik pontnak felírtam egy ilyen háztartási dolgot, amit takarításra lehet használni, és konkrét bizonyítékaim vannak arról, hogy a csomagoláson feltüntetett szöveg, mégpedig, hogy egy évig elegendő, azaz egy liter, ez így igaz,
Egy évvel ezelőtt vásároltam egy literes, kiszerelésű, citromos, aleppói fekete szappant, amit a lakás bármilyen pontján tudtam és használtam is. Felmosni, ablakot letisztítani, butorokat letakarítani, felmosni, fürdőszobában takarítani, a WC-ben takarítani, cipőket megtakarítani. Tehát konkrétan ez volt a globális takarító szerem, amit nagyon-nagyon szerettem, és előző évben, tehát még 2018. augusztusában vásároltam, és nagyjából 2019. szeptemberében fogyott el, amit tehát azért tegyük hozzá, tényleg megvolt az egy év, majd pedig októberben ismét újra vásároltam, bár akkor már nem egy citromos változat, nem sajnálatos módon olyan nem volt, viszont ennek az alap fekete szappannak sincs rossz illata, úgyhogy javaslom nektek is, hogyha érdekel benneteket ez a kicsit környezettudatosabb, felesleges vegyszerektől mentes tisztítás, takarítás, hogy szerezzetek be egy ilyet, mert tényleg annyira sok oldalú is, annyi mindenre lehet használni, és jó az illata, nem szárít, nem csinál semmi rosszat, nyugodtan a cicák is bele trappolhatnak a szőrös mancsaikkal, megnyalogathatják, nem lesz semmi bajuk, sőt a csomagoláson fel van tüntetve, hogy lehet vele kis állatokat is megmosni, tehát kutyust, cicust, hogyha úgy alakul, úgyhogy tényleg bátran tudom is szeretném is ajánlani nektek. Én egyébként itt Szegeden a BioCity-ben vettem, online is elérhető, és 3000 forint környékén van az 1 liter, ami, mint említettem, tényleg egy évig elegendő volt, ami szerintem azért nem rossz, úgyhogy ilyen havi 1 decivel bőven el lehet pörögni, fel lehet önteni egy ilyen spritznés flakonba vízzel, és egy-két kanál bőven elegendő ilyen heti-napi felmosásokhoz, úgyhogy én tényleg nagyon-nagyon szeretem és ajánlom is nektek. A következő dolog, ami egy ilyen kicsit megfoghatatlan dolog, viszont úgy gondolom, hogy az elmúlt évemet nagyban meghatározta, és sokszor volt róla szó a csatornán, és úgy gondolom, hogy teljesen élhető és kihasználható volt minden szempontból, az nem más, mint a 6. pont, ami a sikeres turizásaim. Ugye nem igazán vásároltam konkrétan üzletben, csak fehérneműt, illetve ha jól tudom, 2 vagy 3 esetben nadrágot. Ugye az F&F-ben és a C&A-ban szoktam ezeket a bizonyos nadrágokat általában beszerezni, és a legtöbb más ruhám, tehát póló, pizsama, kiegészítő, kis trikó, kis inger, sőt a rajtam lévő ruhák 100%-a is ugye fehérneműn kívül turiból származik, és egyszerűen oda vagyok értük, annyira jó dolgokat lehet kifogni, sokkal izgalmasabb számomra ott beszerezni a különböző dolgokat, nem sajnálom, hogyha esetleg valami pici folt megjelenik rajtuk, mert az én ruháimon mindig megjelennek a foltok, és el tudom képzelni, hogy beszerzek valami extra különleges, szép darabot. Egyébként pont most láttam a H&M-ben egy nagyon szép pulcsit, 9000 forint, úgyhogy ott is hagytam, tehát így nekem 9000 forintból szerintem 2-3 hónap turizását lehet finanszírozni, de persze szép volt is, hogyha turiban láttam volna, biztos megvettem volna, de el tudom képzelni azt, hogy eszem a töltött káposztát, ahogy 2 nappal ezelőtt ettem, és ciao, lecsapom a csodálatos piros paprikás zsíros lével, és akkor szívinfarktusban még így el is hunyok, mert az egyik újdonságot, amit néhány hónappal ezelőtt szereztem be, egy csíkos nextes pulcsit, majd közelebbi felvételeken megmutatom nektek, pontosan ilyen esemény sorozattal ettem le, és bár azonnal levettem, báztattam, beszappanoztam, meg azzal a tisztító dologgal bekentem, és majd azonnal kimostam, nem meleg vízben, hideg vízben, sajnálatos módon 2-3 pöttyöcske nem jött ki belőle, úgyhogy most kicsit szomorú vagyok egyrészt, mert nagyon tetszett a pulcs, és túl sokat nem is volt még időm hordani, olyan szempontból, mert tartogattam, tehát itt tényleg csak karácsonykor vettem fel, meg még előtte 1-2 alkalommal, na de mindegy, úgyhogy annak ellenére, hogy turis darab volt, még így is igencsak fájt, de hogyha egy 9-10 000 forintos ruhadarabot ennék le, vagy tennék tönkre, vagy bármi történne vele, akkor ez számomra még rosszabb élmény, úgyhogy örülök, hogy a ruhatára 90%-a turiból származik, és talán nem annyira érint kellemetlenül, hogyha valami baj éri őket, és igen, úgyhogy a 6. pontnak a sikeres turizásokat mondanám, és úgy remélem, és bízom benne, hogy 2020-ban is sikerül majd frankó dolgokat beszereznem. Az biztos, hogy így a jelenlegi
dolgokat át kell néznem, ki kell válogatnom, és amit nem hordtam, nem tartok rá igényt, azokat úgymond továbbadni, akár családon, akár ismerősökön belül, vagy pedig ugye az ingyen adom, cserélem csoportba feltenni, és akkor jöhetnek az újdonságok fillérekért, és pont ezért szeretem a turit, hogy rengeteg mindent ki lehet próbálni, és akkor utána új helyet találni nekik abban az esetben, hogyha nem annyira használnám. A következő pontnak, a hetes pontnak egyébként két kütyüt írtam fel. Ugye tavaly is megemlítettem, hogy mennyire szerettem a kamerámat, és annak ellenére, hogy idén is nagyon-nagyon szeretem a kamerát, most az órámat, illetve konkrétan a telefonomat írtam fel, és lehet, hogy valakinek ez nagyon ilyen kicsinyes, hogy jaj, hát ez egy kütyű, ez egy ilyen státuszszimbólum, hogy ne híreskedj vele, nem igazán az a szempontból említem meg, hogy milyen márka, milyen darab, hanem hogy mennyire praktikus és mennyire érdekes, hogy nekem például nincs is szükségem laptopra, bármit, amit szeretnék így az online világban, valamilyen szempontból ugye kommunikálni szoktam azért veletek, mert úgy gondolom, hogy ez már így hozzátartozik a mai világhoz, tudom, sokan ellenem ennek a dolognak, de hogy nekem azért ez a mindennapok része, hogy használjam a telefonomat, ugye az óra pedig így az életvitelemhez, akár a fizetéshez, praktikus dolgokból, úgy gondolom, hogy tényleg minden nap használom is a telefont is, konkrétan szerintem minden órában valamilyen szempontból, ha egy recept, ha egy hír, ha egy tény, ha bármit szeretnék megnézni, egyszerűen annyira praktikus, és hát akkor így konkrétan maga az internet, ugye, hogy minden egy karnyújtásnyira, egy új pöttyintésnyire van tőlünk, és hogy mindenre ott a válasz, hogyha érdekli az ember, bármit meg lehet tanulni, bármit el lehet olvasni, olyan frankó oldalak, YouTube csatornák vannak, amiket igazából így le se lehetne írni, annyi van belőlük. Úgyhogy ez a végtelen szórakozás, végtelen tanulás, végtelen érdekesség tárháza legalábbis számomra, egyrészt ugye a telefon és az internet, másrészt pedig a praktikum, a hasznosság, és hogy tényleg tudom, mennyit mozogtam, mennyit szeretnék, be lehet állítani különböző célokat, lehet rajta a shopping listet pöttyintgetni, tehát nem kell elővennem a telefonomat, lehet vele fizetni, nincs nálam óra, vagy nincs nálam pénztárca, nincs nálam telefon, ugye telefonnal is lehet fizetni, akkor egyszerűen itt van a kezemen, reggel felveszem, este leveszem, nem szoktam vele az alvást mérni, és ennyi, és akkor fizetek vele. Úgyhogy számomra nagyon-nagyon hasznos és praktikus, de el tudom képzelni, hogy nagyon-nagyon sokan egyáltalán nem használnák ki. Úgyhogy igen, ez egyébként egy Apple Watch és a 4-es, mert nagyon sokan meg szoktátok kérdezni, és Samutól kaptam még október elején. És hogyha már így az internet, meg telefon, meg óra, meg mindenféle kütyű, akkor 8. pontnak megmutatnám nektek, illetve lent a leírásban meg fogjátok találni azt a néhány YouTube csatornát, amit én nagyon-nagyon szeretek, szórakoztatónak találom, általánosságban minden este szoktam egy-kettőt nézni belőlük, a legtöbb külföldi, tehát ilyen nagyon magyar csatornákat nem igazán szoktam nézni, legalábbis egy-két ilyen alapvető lány alkotón kívül nem. A külföldiek közül is inkább az ilyen tudományos, érdekes, vagy bármi ehhez hasonló kicsit különlegesebb csatornákat szeretem, és külön kategorizálva van néhány olyan, ami tényleg így tudomány, valami kis érdekesség, és vannak ilyen kicsit randomabb dolgok is, az egyik legnagyobb kedvencem, amit már így szerintem fél éve, vagy talán már lehet, hogy egy éve is nézek, ő nem más, mint egy olyan személy, akit magyarul nem is tudom, hogy hogyan lehetne konkrétan lefordítani. Ő egy temetkezési személy, aki, ha jól tudom, Los Angelesben él, Caitlinnek hívják, és az ő csatornáján olyan eddig számomra ismeretlen és érdekes dolgokat ír le a halálról, a temetésről, a temetkezésről, a balzsamozásról, a holttestek, vagy hát nem is tudom, ezt hogyan kell konkrétan, az elhunytakról, amiket ugye ő a mindennapjaiban, így a munkája során végez, nem kell semmi extra morbid dologra gondolni, ugye igazából csak mesél a történelemről, a jövőről, hogy régen hogyan működtek ezek a dolgok, most hogyan működnek, és esetleg hogyan fognak a jövőben működni, tehát egyszerűen annyira
érdekes téma, amiről a mindennapokban a legtöbb ember azért nem beszél, tehát a halálról, a temetkezésről, és ezért már alapvetően külföldön máshogy állnak hozzá az emberek, tehát hogy te ott magadnak intézed ezeket a dolgokat, még akkor, amikor élsz. Tehát, hogy te bemész, és elintézed, hogy neked ilyen koporsó kell, neked olyan hamvasztás kell, te így, te úgy, te amúgy, és hogy az emberek ettől a dologtól nagyon félnek, akár még itt Magyarországon is, hogy ezekről tabu beszélni, hogy ez egy ilyen, wow, milyen misztikus dolog, pedig hát, ha akárhogy is nézzük, ez mindenkinek a jövője, tehát hogy ez egy elkerülhetetlen dolog, és egyszerűen amióta az ő videóit nézem, illetve már a könyveit olvasom, teljesen egy ilyen természetes, kézzelfogható, átgondolható dolognak látom, és hogyha nektek is ez egy ilyen furcsa téma, és szeretitek az érdekességeket, szeretitek a kicsit ilyen tudományos megközelítéseket, vagy új szegmensét a dolgoknak, hogyha még soha nem hallottatok az ilyen dolgokról, tehát, hogy ezt így a temetést, a hamvasztást, a balzsamozást, meg ezeket a dolgokat mutatja be. Ugye nem híve minden egyes dolognak, de azért, mivel a munkájából, illetve a tanulmányaiból kifolyólag ő ezeket tanulta, be tudja őket úgymond mutatni, legalábbis szóban, illetve régi képes anyagokkal, úgyhogy nem kell semmi ijesztő vagy durva dologra gondolni, úgyhogy ezt mindenféleképp ajánlom a figyelmetekbe, egyszerűen imádom Caitlin videóit, úgyhogy igen, egyszerűen idén, vagyis hát még 2019-ben ez volt az egyik legnagyobb kedvencem, ilyen YouTube szempontból, amit nagyon-nagyon szerettem nézni, úgyhogy ajánlom nektek is ilyen rövidke, kis kikapcsolódós, érdekes ilyen videókat lehet nála találni, úgyhogy a többit is meg fogjátok találni mindenféle témában, amiket szeretek, így random berakom őket, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogyha nektek van valami kedvencetek, akit ajánlotok esetleg a figyelmembe, akkor írjátok le, mert azért én sem tudom így az egész internetet átlátni, én is csak így akár random ajánlásokból oda kattintok, és utána nézem, és akkor megkedvelem, és feliratkozok, és akkor ugye utána már így ott marad velem az adott csatorna, de igen, én is valahogy így jöttem szembe Caitlin videóival, egyszerűen imádom, úgyhogy egyelőre ennyit a videós YouTube témáról, mert órákig tudnék beszélni a legnagyobb kedvenceimről, de szerintem erre senkinek nincs ideje. 10-es pontnak felírtam, hogy kedvenc film, illetve kedvenc sorozat. Hát az az igazság, hogy ilyen óriási nagy filmeket nem tudnék felsorolni. Megnéztünk a legtöbb ilyen, ment a moziba, mi is ott voltunk, megnéztünk, de hogy annyira maradandó élményt talán idén egy sem adott, amit viszont itthon néztem, és a film kategóriába sorolom, az nem más, mint a Toy Story 4, és ezt azért mondom, mert alapvetően én gyerekkoromban imádtam a Toy Story-kat, és most is imádom bármelyik részt, és meglepő módon szerintem a Toy Story 4 is egy nagyon-nagyon jó része volt ennek a sorozatnak, és egyszerűen imádtam, és hát nem tudom, én nekem ez így a legnagyobb ilyen élmény volt, még annak ellenére is, hogy legalább 5-6-szor láttam, úgyhogy ajánlom nektek is figyelmetekbe, hogyha esetleg nem láttátok volna, még szerintem nagyon jó, és akkor sorozatokból azért már idén többet néztünk, néhány évvel ezelőtt azért nagy sorozatrajongók voltunk, abban az időben ilyen 5-6-7-et is néztünk egyszerre, viszont már nincs annyi időnk rá, hogy most mit tudom én 5 sorozat minden egyes epizódját végigkövessük, úgyhogy általában ezeket a rövid típusúakat, amik mondjuk Netflixre is felkerülnek, vagy akár az HBO Go-ra, úgyhogy ezeket néztük mi is, amik ugye idén újak voltak, amit mindenféleképp kedvencnek tudnék felsorolni, az a Chernobyl, egyszerűen imádtam, szerintem fantasztikus volt, gyönyörű volt szerintem a képi világ, a hangulat, a szereplők, az extra kis részletek, mindannyian nagyon szerettük, nagyon-nagyon jó volt szerintem. Utána még hetekig a témában olvasgattam, kutakodtam, dokumentációkat néztem, meg minden ehhez hasonló. Tehát alapvetően ez a Chernobyl téma azért egy nagyon megnyerő dolog, nagyon sokan szeretik, főleg ugye mert egy konkrét eset, sokakat érint, és mindenkinek van hozzá valami története, és mindenki úgy a magáénak tudja, és valahogy sokkal személyesebb szerintem. Úgyhogy igen, ez egy ilyen nagyon
nagyon-nagyon jó sorozat volt, nagyon-nagyon szerettük. A másik, ami egy kicsit könnyedebb téma, kicsit ilyen lazább dolog, az a Stranger Things. Ugye ott pedig az a legjobb benne, hogy Netflix, azonnal ott van minden rész, és akkor egy-két nap alatt le lehet darálni. Hát én ezt is nagyon-nagyon szerettem, tetszett ez a néhány napot körbe elelő történet, tehát hogy annyira tömör volt, gyorsan telt, és nekem nagyon-nagyon tetszenek a színészek benne, úgyhogy én nagyon jól szórakoztam most is rajta. Kellő izgalom, kellő mókásság, kellő újdonság és érdekesség, úgyhogy én ilyen nagy Stranger Things rajongó vagyok, és tényleg nekem izgalmas volt ez az évad is. Nem mondom, hogy a legjobb, nekem számomra talán az első volt az Ultimate kedvenc, de itt is teljesen jó szórakoztatónak találtam az egészet. Amit még idén így a hónap végén láttunk, és meglepő módon tetszett, pedig azt hittem, hogy nem lesz jó, az nem más, mint a Witcher, és egy vagy, hát szerintem egy nap alatt így délben elindítva, aztán este 6-7-ig néztük, és egyszerűen nagyon-nagyon szórakoztató volt, jó volt a hangulata, jók voltak benne a színészek, jó volt benne a történet. Szerintem lehetett volna hosszabb, de így 8 részsel sem volt igazából probléma, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon imádtam így az elmúlt néhány napban, hiszen nem olyan régen lehetett egyáltalán megnézni, de azért így a kedvencek közé sorolom, mert egy jó élményt adott, úgyhogy már nagyon-nagyon várom a 2021-es folytatást, addig pedig igazából a könyveket kezdtem el olvasni, most az elsőnél vagyok, egyébként angolul olvasom, azt hittem, hogy ennél könnyebb lesz egyébként, de rengeteg olyan régiás szófordulat, és ilyen furcsaság van benne, ami számomra azért kicsit meglepő, ugye a sorozatot is angolul néztük, és ott azért annyira nem volt bonyolult meg semmi ehhez hasonló. A könyvben azért most már így elgondolkodom, hogy lehet nem ez volt a legjobb döntés, de kíváncsi vagyok, nagyjából a 150. oldalnál tartok, és izgalmas érdekes az is, úgyhogy így a Witcher is hozzá tartozik, ami pedig ilyen globál mindig, minden egyes évben a kedvenceink közé tartoznak sorozatok szempontjából, az a Jó barátok, a South Park, a Family Guy, meg ehhez hasonló ilyen kis mókás, akár hát ilyen animációs dolgok, azokat nagyon szeretem, főleg esténként egyet-kettőt berakni, és aztán utána aludni, akár lehet az is, hogy már hatodjára nézem újra ugyanazt a részt, egyszerűen nagyon-nagyon szeretem, bár hát ezek nem újdonságok, de a többi ugye ilyen 2019-es kis felfedezett volt ilyen szempontból. Na, a hosszabb sorozat és mondhatnék is filmajánló után vissza lehet térni, ismét kicsit a ruhás szemponthoz. Az az igazság, hogy volt idén néhány olyan ruhadarab, ami jó részt turiból, illetve ilyen akciós, szionás leározásokból került hozzám, amik jó részt meghatározták, úgymond az öltözködésemet, nagy-nagy kedvencek voltak. Az egyik kategória, abból talán 3 darabom is van, hogyha nem 4, az nem más, mint a Zsenélia pulcsik, ezek az ilyen kis oversize laza darabok. Szerintem már ti is így a videók formájában rengetegszer találkozhattatok velük is, egyszerűen lerobbanthatatlanok rólam. Nagyon szerettem ezt az anyagot, annak ellenére, hogy először nagyon óckodtam tőle, azt hittem, hogy nem igazán lehet mosógépben könnyedén tisztítani. Nekem egyáltalán egy éve van a tudatomban az, hogy létezik ilyen is ennyire kellemes anyag. Előtte nem igazán érdekeltek a különböző anyagok, hogy miből van. Idén viszont elkezdtem felfedezni a különböző típusokat, hogy miből van és hogy az mennyire kényelmes és jó őket hordani. Úgyhogy a Zsenélia is egy olyan darab volt, amit egyszerűen imádtam. Úgyhogy ebből ez a 3 darab mind-mind nagy-nagy kedvencem volt, nagyon kellemesek, kényelmesek, kis puhák, melegek, úgyhogy még a hűvösebb tavaszi-nyári napokon is gyakran használtam őket. És ami még ide tartozik, és turis darab, és láthatátok is ilyen vlog formájában, az nem más, mint a kabátom, ami egy szövet kabát, és bár nem lehetett volna mosógépen mosni, hát én fogtam és bepattintottam, és utána szépen fektetve megszárítottam, és semmi probléma nem volt vele, azóta is használom, egyszerűen imádom, szerintem jó lápont, jó a hossza, igaz, hogy egy gomb már akkor hiányzott róla, és hát nem lehet olyan szépen begombolgatni,
Igen, három gomb van rajta összesen, ebből egy hiányzik, úgyhogy alul már nem lehet, tehát a nyakánál meg itt van egy itt a mellkas közepénél, úgyhogy jó lenne, ha még egyen lejjebb is lenne egy gomb, de hasonlót nem tudok szerezni, elég különleges, furcsa alakú gombról van szó. Úgyhogy igen, igazából jó nagy sállal összekombinálva egy teljesen jól használható darab, és egyszerűen imádom. Sportcipővel, egyszerű kis csizmával, bakancsal, vagy bármi, ami van itthon, azzal teljesen jól összekombinálható, úgyhogy ez a két legnagyobb kedvencem ilyen ruha szempontból, amit még felírtam 12-es pontnak, és lehet, hogy furcsán hangzik, de az nem más, mint a család, illetve a családi beállítottságunk, illetve, hogy annyira nem szoktunk soha semmin aggódni, nem szokott senki idegesíteni a másikat, elég chill a hangulat minden szempontból. Ez így elmondható a Samu oldaláról is, tehát az ő családjának egy része szintén ebbe a chill kategóriába tartozik, ami pont olyan, mint én vagyok, hogy nem szeretek semmin agyalni, nem szoktam semmit túl gondolni, vagy túl problémázni ilyen szempontból. Úgyhogy hálás vagyok, hogy nincsenek ilyen extra agy, sejt felfaló idegeskedések így a család mi voltából, úgyhogy szerintem ez egy teljesen jó pont. És hát ez nem 2019-hez tartozik, mert ez így alapvetően mindig is így volt a családban, de gondoltam, hogy megemlítem, hogy nálunk ez egy ilyen nagyon hálás dolog, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, hogy mindenki egy kis nyugis. Ami 13-as pontnak fel van írva, és szerintem már tavaly is beszéltem róla, az nem más, mint a fogszabályzó. Egyrészt bár azért 29 éves vagyok, úgyhogy el tudjátok gondolni, hogy elég sok év volt az, amíg odáig eljutottam, hogy anyagilag megengedhessem magamnak, hogy kifizessek így egybe ekkora összeget. Lehet, hogy valakinek ugye ez nem jelentett gondot, nekem viszont igen, azért nem egy olcsó dologról van szó, és hát akárhogy is nézzük, azért emiatt is hálás vagyok, hogy úgy alakult a sors, az élet, a minden, hogy ezt meg tudjam tenni, és ne jelentsen úgymond gondot, úgyhogy igen, ezt is nagyon-nagyon szeretem, és lassan egyébként vége van az egész folyamatnak. Egyrészt furcsa, mert ugye évekig várta az ember, ugye hát nem csak magamról beszélek, nagyon sokan hasonló tapasztalatokról számol be, utána pedig másfél-két év után leveszik róla, és akkor olyan szokatlan és furcsa, hogy milyen gyorsan eljött a vége, és hát amit annyira vártunk, hogy szép egyenes fogsor és minden így álljon, az már egy pillanatra ott van, és hát lehet, hogy ez ilyen kicsit furcsa és szokatlan lesz majd így első körben, de már nagyon-nagyon várom, és hát alapvetően a folyamat sem volt rossz, nem fájt, nem zavart, nem volt vele semmi panaszom, úgyhogy én szerettem az egész mindenséget, szóval ez is egy ilyen nagyon-nagyon várt és kíván dolog volt a részemről, és örülök, hogy végül is sikerült elérni magát ezt a dolgot, hogy meg tudjam valósítani, és hát lassan tényleg vége januárban kerül le elvileg rólam. Amit felírtam 14-nek, az is egy ilyen kicsit randomabb dolog, az nem más, mint hogy találtam egy új szórakozást, egy hobbit, egy elfoglaltságot, és ez is valamilyen szempontból így körbe járta a 2019-es évet, főleg ugye a végét, mert nektek is beszámoltam róla, és nagyon sokan pozitívan írtatok ezzel kapcsolatban, és nagyon tetszett nekem is az egész dolog, az nem más, mint a kajafotózás, ételfotózás, vagy nevezzük bárhogy. Egyszerűen nagyon-nagyon érdekesnek találom, szeretek benne gyakorolni, szeretek különböző ilyen szetteket összeállítani, hozzá főzni, készíteni, tehát hogy ez egy ilyen izgalmas dolog számomra, és úgy gondolom, hogy ezt tudnám így a jövőben valamilyen szempontból űzni. Érdekes, hogy új dolgokat beszerezni, lehet benne fejlődni, izgalmas, érdekes képeket készíteni, és egyszerűen még annyira az elején vagyok a dolognak, hogy még meg annyi érdekességet lehet kipróbálni, akár ilyen nagyobb távlatokban gondolkodva, ugye az e-book téma, amit már említettem előző videóban, úgyhogy számomra ez is hozzátartozik, hogy ez egy nagyon pozitív és érdekes folyamat számomra, ugye
2019-ben is részese volt az életemnek, és bízom benne, hogy 2020-ban is fogok tudni majd hasonló pozitív dolgokról beszámolni ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én egyszerűen nagyon-nagyon szerettem így ezzel babrálni, készíteni, fotózni, beállítani, főzni hozzá, minden ehhez hasonlót, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem. És utolsónak, így 15. pontként felírtam magát a Tündérkert csoportot, a Tündérkert YouTube csatornát, az Instagramot, a Facebook oldalt, minden olyan helyet, ahol alkotni, illetve kreatívkodni szoktam, legyen akár szó fotózásról, ötletmegosztásról, videókészítésről, ahol úgymond veletek kapcsolatba léphetek és veletek kommunikálhatok. Úgy gondolom, hogy azért ez 2019-ben is szerves része volt a mindennapjaimnak, mindig igyekeztem azért valami olyan tartalommal előállni, olyan receptekkel, és mindig arra is gondolni, hogy akkor ez most így videóban is jó lenne. Azért ez így hozzájárul tényleg a mindennapjaimhoz, és én nagyon-nagyon szeretek alkotni és készíteni, és veletek úgymond egy ilyen kis egységet, egy kis csapatot, csoportot alkotni, úgyhogy bízom benne, hogy azért ez 2020-ban is hasonlóan fog alakulni. Már sokszor említettem nektek, hogy ha örökre úgy maradna, hogy csak 30 ezer ember van, én már annak örülök, hiszen alapvetően nem annyira szeretem, amikor jött-ment emberek jönnek és furcsa kommentekkel bombáznak, akit még előtte ugye a csatornán soha nem láttam, úgyhogy általában azokat így leviszik az emberek hangulatát, kedvét, legalábbis úgy gondolom, hogy bárki, aki alkot valamit és belefektet energiát, időt, és szeretne valamit alkotni, és akkor erre kap egy olyan negatív visszajelzést, az azért szerintem senkinek nem jó, senkinek nem pozitív, úgyhogy ezeket szívesen beváltanám arra, hogy akkor maradjunk örökre ennyien, és csak ne érkezzen több ilyen félkegyelmű. Na de hát szerintem ezt egyébként nem lehet, bár lehet egyébként, de lehet állítani. Nem lehet, mert bárki kommentelhet, vagy senki, vagy bárki, ugye? Na mindegy, úgyhogy ezt is szeretném volna még így utolsó pontnak megemlíteni, hogy nagyon-nagyon nagy része volt azért ez a csatorna, meg a videózás, meg úgy minden 2019-nek, és nagyon-nagyon szerettem, annak ellenére, hogy mások akár óriási nagy fejlődést tudnak mutatni, ugye akár egy év alatt is, én már ezzel is nagyon-nagyon elégedett és pozitív voltam. Úgy gondoltam, hogy nem szeretnék mindent sútba dobni, és csak a csatorna növekedésre, vagy akár furcsa együttműködésekre fektetni az időmet, energiámat, inkább elégedett vagyok azzal, ami jelenleg van. Én nagyon szeretem, hogy kötetlen, azt csinálok, amit akarok, nem tartozok senkinek úgymond elszámolással, nem kell senkinek megfelelnem, nem kell senkinek úgymond az igényeit videóformában megvalósítanom, úgyhogy nekem ez többet ér, mint akár bármennyi új feliratkozó, vagy bármi promóciós ingyen term, még, úgyhogy én valószínűleg a jövőben is maradok ennél a felfogásnál, valahogy ez így sokkal pozitívabb számomra, és tényleg azt csinálok, amit akarok ilyen szempontból, úgyhogy bízom benne, hogy ez számotokra is észrevehető, hasznos, érdekes, és minden ilyesmi csatornával kapcsolatban. Úgyhogy igazából szerintem le is zárom ezt a videót, mert meglehetősen hosszúra nyúlt, de gondolom így egy ilyen bőven átfogó képet kaphattatok az én elmúlt évemről. Volt itt minden teljesen random dolog is, és remélem, hogy a 2020 számotokra, illetve számomra is hasonlóan pozitív lesz, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor kezdjünk bele. Sziasztok!